Az Székesfehérváron eltemetett királyok életnagyságú fából faragott szobrain már látszanak az idő nyomai. Egy fafaragó csoport készítette a királyok parkjának jól ismert elemeit István király halálának 950. évfordulójára. A 2013-as költségvetésnek köszönhetően mintegy 15 millió forintból a szoborcsoport és a park is megújulhat, a járdákat is újra kövezik. A szobrokról eltávolítjuk azokat a firkákat, faragásokat, amik nem odavalók, illetve méltatlan a szobrokhoz. A járdáknak a felújítását tervezzük, illetve szeretnénk kialakítani egy rendezvényszekrényt, amiben biztosítva van az ide érkező civil szervezetek, vagy magáncsaládok, vagy magárendezvényeknek az a lehetőség, hogy elektromos áramot tudjanak vételezni, és ezzel egy ilyen városrészi rendezvény fejlődhető dolgokat is lehetőséget adjunk. A Palotavárosban több helyen is nehézkes a parkolás. Idén ezen is szeretnének javítani. A Kelemen Béla utca 71 szám környékén egy közel 400 négyzetméteres térköves parkoló kialakítását tervezik. A lakók keresnek minket folyamatosan, ő nem tudnak leparkolni a házuk előtt. Ugye most már elég általános dolog az, hogy egy családban 2-3 autó is van, na most ugye a parkolóhelyek elég szűkösek, ezért lett tervevéve az, hogy kialakítanánk 2-3 helyen is parkolót a városrészben, illetve hát a 8-as választókerületben. Ebbe az egyik kiemelt az a Kelemen 71 előtti, illetve előtti terület pontosan. Ez egy ilyen 24 férőhelyes parkoló lenne, térköves. Emellett folyamatosan dolgoznak a járda felújításokon, ráadásul a tó mellé egy felnőttek számára kialakított fitness parkot is szeretnének kialakítani a közeljövőben.